mindenki meg fogja kapni a vírusfertőzést oltott, oltatlan egyaránt. A különbség csak annyi, hogy az oltottak esetében kisebb a kockázat annak, hogy súlyos betegség alakul ki, vagy tartós szövődményei lesznek a betegség átvészelésének. Mutatott rá televíziónknak nyilatkozva dr. Rusvai Miklós virológus Jászárok szálláson, ahová a helyi cukorbetegek klubja a Diabetes Világnap november 14-e apropóján szervezett konferenciára hívta meg. A 21. század legnagyobb népegészségügyi problémája a cukorbetegség. 2013-ban 371 millió cukorbeteg élt a Földön. Becslések szerint 2030-ra akár a 500 milliárdot is elérheti a diabéteszesek száma. Hazánkban 800 ezer regisztrált cukorbeteg él. Ennyien kényszerülnek arra, hogy szigorú szabályok szerint alakítsák életmódjukat. Nem véletlen, hogy az Árok Szállási Klub az egyik legfontosabb feladatának tekinti a tájékoztatást, az ismeretek átadását, a megelőzést. Feladatunknak tekintjük az egészségmegőrzés fogalmának bemutatását, a társadalmi és az egyéni egészségtudatos magatartás kialakítását. Kulcsfontosságú, hogy az emberek megértsék, a megelőzés mindig könnyebb, mint az egészség visszaszerzéséért indított harc. Ennek érdekében a jövőben is folytatni kívánjuk egészségfejlesztő programjainkat. Ez volt az elsődleges célja a november 16-án délután a Petőfi Művelődési Házban megtartott programnak is, amelyen Gergely Zoltán polgármester is köszöntötte a résztvevőket. Nagyon sokat jelent az, hogy a Cukorbeteg Egyesület olyan embereket tud megszólítani, akiknek közös a problémája, közös a betegsége. Egy ember hangja nem hallatszik messzire, de hogyha ennyien mondják a problémáikat, ennyien kérik a segítséget, azt mindig meg fogják hallani. Egyrészt árokszálláson, másrészt pedig ott is, ahol intézkedni tudnak ezekben az ügyekben. Mindennapjainkat az elmúlt másfél-két évben meghatározza a koronavírus járvány. A vírus okozta COVID-19 betegség egyik rizikócsoportja a cukorbetegséggel élők köre. A rendezvény szervezői ezért kérték fel a konferencia egyik előadójának, dr. Rusvai Miklós virológust. Hangsúlyozni kell, mindig a megelőzés a fontos, a gyógykezelés soha nem olyan hatékony, tehát elsődlegesen vakcinákkal védekezünk a vírusfertőzések ellen. A szakértő hangsúlyozta, a vírust előbb-utóbb mindenki el fogja kapni, a védőoltással azonban legnagyobb részt megelőzhető a súlyos betegség, a halált okozó szövődmények kialakulása. Rendkívül nagy problémát jelent az megyénkben, hogy az átoltottság mértéke a legalacsonyabb az országban. Jász-Nagykun-Szolnokban az oltást felvevők aránya nem éri el a 60%-ot. Magyarország sajnos nagyon rosszul áll a nemzetközi statisztikában. A világ 10 legnagyobb halandóságú országában, COVID halálozásról beszélek most csak, Magyarország a 6. helyet foglalja el. Egyébként, ha jól megnézzük, akkor az első 10 helyezetből 8 kelet-európai ország, 2 latin-amerikai. Ennek különböző okai vannak Rusvai Miklós szerint. Ezek között fontos szerepet töltenek be az életmódbeli sajátosságok. Keveset sportolunk, az embereknek nem megfelelő az egészségtudatossága, egészségtelenül táplálkozunk, nem fordítunk kellő figyelmet a szűrővizsgálatokra. Sok az elhízott, túlsúlyos ember. Ráadásul ezekben az országokban nincs megfelelő állapotban az évtizedek óta elhanyagolt, alulfinanszírozott egészségügyi ellátás sem. Gyorsan sikerült reagálni és elfojtani a járványt. A Jászárok Szállási Cukorbetegek Klubja rendezvényén a virológus előadásán túl dr. Romsicsné, dr. Görbe Éva, a Sota Egyetemi docense a cukorbetegség veszélyeiről, a betegség kezeléséről, majd Nagy Kovács Magdolna dietetikus pedig a diétáról, a tudatos étkezésről tartott még előadást. A dr. Rusvai Miklóssal készült interjúnkat nézőink a Jászárok Szállási Hírmagazin következő adásában láthatják.